Kétszer két sávon halad a forgalom Nyíregyháza nagykörútján. A belváros körülbelül 80%-a körbe autózható ilyen formában, van azonban egy hiányzó része a teljes körgyűrűnek. Ez változik meg 2024-re, ugyanis a vasútállomás és a Debreceni úti felüljáró közötti hiányzó szakasz építése is megkezdődött. Ezt jelentette be Kovács Ferenc, a megyeszékely polgármestere, február 3-án. 6 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, indítottuk már konkrétan, amikor először biztosítani kellett az útépítéséhez szükséges terület tulajdonjogát. Itt nem csak a kétszer-két sávról van szó, hanem tervezünk és megvalósul, most már így mondhatom, elkezdődik egy kerékpár gyalogút, 3,75 méter szélességű gyalogút kerékpárút építése is, ami a vasútállomástól indul, és hát 5 helyen lesz közlekedési lámpás csomópont, ahol lámpák épülnek, és hát az Épatok főfolyásról egy teljesen új, modern, megfelelő szélességű, stabilitású hidat is fognak építeni. Piros, zöld, kicsi, nagy, különböző színűek és méretűek, de egy közös bennük, egytől egyik Szabolcsban termett almák. Termesztésük már jó ideje a megyei értéktár része, most azonban újabb szintet lépett. A szabolcsi almatermesztés agrokultúrájának nemzeti értéktárba való bekerüléséről a Magyar Kultúra Napján született meg a döntés. A felterjesztés kezdeményezője a megyei kormány megbízott volt. Én azt gondolom, hogy sokan kötődünk a megyében az almához, nem csak mint almát fogyasztó emberek, hanem életünk valamely szakaszában, vagy akár jelenleg is van közünk az alma megtermesztéséhez. Ez egy olyan agrokultúra, ami évtizedek alatt alakult, változott, mindig meg tudott újulni, és amelynek a végeredménye egy rendkívül zamatos gyümölcs, ami messze viszi a megyénknek a jó hírét. A helyi kórus katonadalokat adott elő Vámos atyán február közepén annak alkalmából, hogy kopjafát állítottak a Magyar Falu Program tiszteletére. Az önkormányzatnál még eszközvásárlás történt, a maximális összeget, a 15 millió forintot megkapta az önkormányzat. Itt nem csak a közösségi tér a faluházban, hanem orvosi védőnői rendelő, és ezeknek is az eszköz állományát sikerült 3 millió forint támogatással lebővíteni, lecserélni, az újakat cserélni, vagy modern korszerűket, amit tulajdonképpen a gyógyításba tud használni az orvos. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy az épület mögött található egy köztéri játszópark, arra is több millió forintot adtunk, és nagyon sok buszon látható már a Magyar Falu Program, akik ide érkeztek vendégnek kiírata. Én is büszkélhetek pár hónapon belül, hogy az alapellátás biztosító buszcserére is megkaptuk a pályázati lehetőségünket. A Magyar Falu Program kormánybiztosa azt mondta, történelmi adósságot törlesztettek ezzel a fejlesztési programmal. Céljuk, hogy jelentősen javítsák az életminőséget a falvakban. A Magyar Falu Program egy történelmi hiátust igyekszik pótolni, tehát történelmi jelentősége van, hiszen azért emlékezünk arra, hogy voltak olyan időszakai a magyarországi falvaknak, nem csak a régmúltban, az elmúlt évszázadokban, hanem a közelmúltban is, 2002 és 2010 között, amikor a Gyurcsány kormányok idején gyakorlatilag egy tudatos falurombolás zajlott szerte az országban, amikor falusi intézményeket zárattak be, leromlott a hazai mellékúthálózat, amelyen a falvakat lehetett megközelíteni, vagy lehetett volna normálisan megközelíteni, közösségi közlekedési szárnyvonalakat zártak be, eladósították a falusi önkormányzatokat, rekord mértéken volt a munkanélküliség a magyarországi vidéken, különösen a falvakban. Szóval egy tudatos falurombolás zajlott, és ehhez képest a Magyar Falu Program azon túl, hogy nagyon komoly anyagi segítséget biztosít a hazai kis településeknek, intézményfejlesztésekre, útfejlesztésekre, épületfelújításokra, faluképp javítására, vagy éppenséggel eszközbeszerzésekre. Ezen kívül a legfontosabb eredménye, vagy éppen üzenete, ha szabad így fogalmaznom, az mégiscsak az, hogy visszaadta a falusi emberek hitét abban, hogy érdemes a falun élni. Vastag falak és új nyílászálók gondoskodnak a jó hőszigetelésről a nyírcsahói hivatal épületében. A tetőszerkezet és az ereszcsatorna is korszerűsödött, ahogy a belső felújítás is megtörtént. Korábbi polgármesteri hivatalunk melletti épületet, amely csak nem 90 éves múlttal rendelkezik, újítottuk fel, és amellett, hogy esztétikailag megújult, megszépült a településközpontunk, természetesen új funkciókat is lát el. Házasságkötőterem, nagyon
szép házasságkötő termünk lett, és a körzeti megbízott iroda továbbra is itt fog helyet kapni ebben az épületben. Az egyik hűtőben mínusz 19, a másikban mínusz 21 fok van. Ezeket a berendezéseket is a korszerűsítés részeként vásárolták az Ibrányi iskola konyhájában. Az eszközbeszerzés mellett kifestették az épületet, és új burkolatot is kapott a főzőhely. A februárban átadott fejlesztésre azért volt szükség, mert hétköznaponként 800-an étkeznek itt. Ez egy 1000 adagos konyha, amely most körülbelül olyan 800-as kapacitással működik. Igazából a gyerekek létszáma az egy ilyen 6-700 főre tehető a két általános iskolájé, illetve 100 fölötti a vendégebédek száma is Ibrányban. Teljesen új az aszfalt, és a parkolásra is van bőven lehetőség Geszteréden a Petőfi utcán. Ez a község második legforgalmasabb útja, a legfontosabb szolgáltatások ezen a vonalon közelíthetők meg. A korábban töredezett kátyúkkal teli burkolatot a Magyar Falu Program által újították fel, csak nem 900 méter hosszúságban. Egy másik újra aszfaltozott mellékutat is átadtak februárban. Ez az Aranyszabja lakótelepnek az útja, ez egy nagyon rossz állapotban lévő út volt. Ez egy BMS pályázat, belügyminisztériumos pályázat, ez 20 millió forintos állami támogatás és 3,5 millió önerő részt kért. 250 méteren a 4 méteres út meg lett újítva, új aszfaltot kapott, két oldalt meg lett szélesítve patkával, kőpatkával, és egy új járdát, egy teljesen új járdát kapott bal oldalra 250 méter hosszban. Február 24-én megindult a háború Ukrajnában. Már aznap érkeztek menekültek Magyarországra is. Ez a család Tisza ásványból jött, csak nők és gyerekek. Az édesapa otthon maradt. Néhány ruhát, a gyermekeknek élelmet és az irataikat hozták magukkal. Ők Kaposvárra rokonokhoz mennek tovább. Hajnalban a férjem felkelt, én nem aludtam egész éjjel, nem mertem. Aztán ugye mondta, hogy készüljetek, menjetek, mert Kijevbe bombáznak. Na és nincs előre, vagy nincs hátra, mint előre, akkor jöjjünk, mert a gyerekek félnek, meg mi is félünk, hogy a kis apró gyermekeket hová tesszük, vagy hová menekülünk. Úgyhogy ez lett a legjobb cél, aztán nagyon imádkozunk a Jóisten, ezt minél hamarabb vissza tudjunk menni. Mert nekem nagyon rossz, hogy a férjemet ott kellett hagyni. Imádkozunk minden az egész népünkért, mert nem csak, hogy a kárpátai magyarok, mert azok is, akik ott a borzalmas bombázás közt, fegyverek közt, ropogás közt vannak, hát ez borzasztó. Még hála Istennek, mi még ezt itt közelem nem tapasztaltunk, mert ide még nem értek el, de reméljük, hogy nem is fognak. Őszintén reméljünk, bízunk a Jóisten segítségével, hogy ad az ottani honatyáknak értelmes eszet, józan eszet, hogy a nép érdekéért hagyják abba. A háború azóta is tart Ukrajnában, és semmi jele annak, hogy a közeljövőben véget érne. A megyei határállomásokon folyamatosan segítik a menekülteket.